Októberben indult útjára a Házrezső Múzeum képtárában az Ezt tetszik elnevezésű újszerű kezdeményezés, amely arra ösztönözte a látogatókat, hogy a kiállított korunk galéria és a képtár alapgyűjteményének részét képző számos közismert, néhai és ma is élő erdélyi képzőművész alkotását tüzetesebben megvizsgálva szavazzanak arra a három művészeti alkotásra, ami leginkább elnyerte tetszésüket. Az elmúlt hónapok során 232-en adták le voksukat. A projekt december 11 szerdán zárult. A szavazók között a csütörtök is sorsoláson a kalló László festőművész által felajánlott ősz című akvarelt Szente Anita nyerte meg. A múzeum kiadványaiból összeállított két ajándékcsomagot pedig Kovács Attila és magyari Arnold vihették haza. Veres Péter a projekt elindítója eredményesnek értékeli a kezdeményezést, és úgy látta, az udvarhelyi közönség vevő volt a játékra, sokan úgymond lájkolták az alkotásokat. Milyen volt a, az közönség hozzáállása? Hát talán azt abból mérhetjük le, hogy két hónap alatt 232-en szavaztak, hogy úgy mondja. Akár mondhatjuk azt, hogy lájkolták like a kiállításnak a tárgyait. Na most azt kell tudni, hogy az udvarhelyi kétár nem az ermitázs, ahol napjában két-három ezer ember fordul meg, és nagyon sokan voltak, akik nem szavaztak a látogatók közül. Azt mondták, őket nem érdekli. Na, tehát akkor abból főzünk, amink van. 232 szavazatot, szavazatból feldolgozás után meg fogjuk tudni, hogy melyek azok a művek, amelyek a legjobban tetszettek az ezt program még nem ért véget. A szavazatok megszámlálása még hátra van, ezeket a jövő év elején összesítik majd, az eredmény alapján egy tetszésindexet állítanak fel. Ezt a látogatókkal is közlik majd viszont ez nem fogja befolyásolni az alkotások már meglévő eszmei, művészi vagy esztétikai értékét. Veres Péter terveiben további lájkolós kezdeményezések szerepelnek, feltéve, ha a művészek is bevállalják, hogy képeiket ilyen formán is értékelik a látogatók.